Laposan jön be középre a labda, amit aztán kapásból el is vállal 11 méterre a kaputól Tóth Milán. És könyörtelenül ragasztja a labdát a hálóba. A lapos szöglet után Tóth Milánra nem figyeltek, remekül érkezett, 11 méterről jobbal elvállalta, és ezt nem védhette be Lányi Balázs. Ez most jó. Gírsik tette tovább. Jön be középre a labda, ott van Hajdú előtt a nagy lehetőség. De a kapu fölé bombázza. Szerencsi jelez, aztán küldi be a 16-oson belülre, inkább a 16-os vonalára, Kárász fejelte le. Lénárd tette vissza középre, Nagyházi lövése azonban elakad. Nagy bedobáshoz készül Kárász, be is küldi a 11-es pont környékére, Hajdú kapásból, nem is volt ez rossz, csak éppen blokkolta egy szombathelyi védő. Tóth Gábor. Ez már lövő helyzet, és bizony el is vállalta Csillus 16 méterről. Belányi Balázs védett. Gírsik. Kárász húzódik előre, Gírsik, aztán lopja a távolságot, ballal lő, és ezt Rózsának kellett kitolnia a keresztléc alól. Ez jó. Gírsik szerzett labdát, amiből szerencsé indulhat. Gírsik kíséri az akciót, kapja is. Gírsik még mindig, majd elhúzzák a lábát. Érzésem szerint a játékvezető azonban nem ítél semmit. Tóth Milán. Ketten zártak össze, Nagyházi és Izing. Aztán nem sikerül felszabadítani. Visszakerül a labda a zöld fejérekhez. Tóth Milán tulajdonképpen zavartalanul lőhetett, mint egy 9 méterről. Az oldalhálót találta telibe. Délceg indul meg. 3-2 ellen. Délceg. Szépen játszott a Berkó mögé. Nagyot védett most a kapus Belányi Balázs. Jó a csel. Oldal még mindig. Hárman vannak előtte, ott nem lehet lőni. Pap Máté zárkózik fel ballal. Tüzzel, nem is volt rossz. Jól szállt be a játékba Guzmus Mihály. És ebből most ellentámadást indíthat a haladás. Horváth Rajmund beteszi középre, 2-0. Várható volt. Kitámadott a dolog. Különösebben nem tudott mit kezdeni a szombathelyi védelemmel, nem tudta feltörni. Majd aztán indult a szombathelyi kontrakció. Horváth Rajmund most szépen tette be középre, és Monori érkezett, a két cserejátékos összehozzák tehát a haladás második gólját. Kárász. Holdan. Bosnyák terdíti át a túloldalra. És itt a vége. A szombathelyi haladás 2-0-ra nyer a 4. forduló rangadóján a Dolog FC vendégeként.